Egyre gyakrabban kapnak a diákok ballagási ajándékként kresztan folyamot vagy készpénzt, amelyet képzésre költenek. Ilyenkor azonban érdemes azzal is számolni a diákoknak, hogy bár a kresztan folyamokra van hely, a jogosítványt nem biztos, hogy egy nyár alatt megszerzik. Ugyanis az ugrásszerűen megnőtt tanuló létszámot nem követi arányosan az oktatói létszám növekedése. Oktató van, csak kevés. De ez nem csak Szabolcs megyére érvényes, nem csak Nyíregyházára, ez országos probléma. Képzések mennek, oktatói képzések folyamatosak, de így sem tudják pótolni azt a létszámot, amely a képzés magában, mint járművezetés, tehát jogosítványra szükség lenne. Jelen pillanatban ki lehet jelenteni, hogy talán ez az év lesz a csúcs, hiszen évről évre azt tapasztaljuk, hogy mindig többen vannak, és egy picit mindig többet kell várni, vagy egy picivel talán több az az idő, mire megszerzi a jogosítványt. Ez most is érvényes, és szerintem ez az év viszi a prímet. Már most nagyon érezhető, hogy a jelentkezések, a tanulói létszám egyre nagyobb. Bár még csak nemrég kezdődött a nyári szünet, már most heteket kell várnia egy diáknak, mire egy oktató ki tudja őt vinni a forgalomba vezetni. A jelenlegi vizsgabiztos létszám éppen elég, de az oktatók szerint többet is elbírna a város és a megye is. A diákok tisztában vannak azzal, hogy a vezetésre várniuk kell, mégis a nyári szünetre időzítik a tanfolyamot, és egyre szívesebben választják a könyv alapú tantermi kurzusokat. Én azért kezdtem el most idén nyáron a kreszt, mert nekem a nyelvvizsgához volt kötve, hogy vezethessek, és szerintem nyáron könnyebben tudunk tanulni, mert nem kell odafigyelni az iskolai tanulmányokra, és így több időnk kerül arra, hogy tanulhassuk a kreszt. Ezért jöttem most, és most mi egy tankönyv alapú tanfolyamon veszünk részt, amely szerintem sokkal jobb, mint az internetes, mert itt az oktató bemutatja nekünk, és több tapasztalatot szerezhetünk, mint az interneten. Én egy kis vidéki faluban lakom, és ugye Nyíregyházára kell utaznom, hogy a tantermi oktatáson részt tudjak venni, mivel még tanulok, ezért az évközben nekem ezt nehézkes lenne megoldani, hogy haza is hazajussak időben, illetve be az iskolai idő alatt a kreszt tanfolyamra is tudjak járni. Ezért nekem a nyári időszak, amikor tanszünet van, ez a legalkalmasabb arra, hogy kreszt is tanulhassak. És a tantermi oktatás mellett pedig azért döntöttem, mert szerintem az e-learninges oktatás során az ember hajlamos átsuhanni olyan részletek felett, amelyekre az oktató felhívja a figyelmet a tantermi oktatás kereteiben. Itt az oktató olyan hibákra is felhívja a figyelmet, amelyeket a diákok kortársai gyakran elkövetnek. A szerencsésebbek ugyanis már a rutinpályán vagy a forgalomban gyakorolják az alapokat. A nyári tanfolyamokon legtöbbször B-kategóriás jogosítványt szeretnének szerezni a fiatalok, de sokan szívesen ülnének motorra is. Kezd elmozdulni az a tendencia, hogy a fiúk motoros irányban, a lányok az autós irányban mozdulnak. Egyre többen szivárognak be a lányok a motoros táborba, tehát egyre több lányzó szerzi meg nyáron a motoros jogosítványt, de azért még mindig a jellemző az, hogy a nagy réteg a B kategória, tehát a személygépkocsinak a jogosítványigénye. A motoros is egyre több, egyre jobban jön fel a száma. Ez azt mutatja, hogy egyre több motorosunk lesz a városban. Ez pedig fokozott figyelmet igényel majd a közlekedőktől, nem csak az autósoktól, a gyalogosoktól és a kerékpárosoktól is, valamint maguktól, a motorosoktól.